Ami számít, ami hasznos, ami érdekes. Vásárhelyen, Makón és a régióban. Közös nevező a dolgos délelőttökön a Rádió Hétben. Jó napot kívánok, köszöntöm a Rádió Hét minden kedves hallgatóját. Ez a mi világunk, benne pedig a közös nevezőt hallják. A technikus Dudás Róbert, én pedig Czabarka János vagyok. Mai műsorunkban két vendéget is köszöntünk. Itt van velünk képíró Ágnes, a Tornyai János Múzeum művészettörténésze, a 20. Hódmezővásárhelyi Festőszimpózium szervezője, a 66. Vásárhelyi őszi tálat társkurátora és társrendezője. Kezdjük csokolom, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. És köszöntöm a stúdióban Sonkoly Tibor festőművész urat, a 66. Vásárhelyi őszi tálat egyik kiállítóját és az idei festőszimpózium résztvevőjét. Önt is köszöntöm a stúdióban. Köszöntöm a sok-sok ismerősömet is, meg minden hallgatót. Remélem, hogy ők is ránk csatlakoznak, majd nagyon nehéz helyzetben vagyok, bevallom őszintén. Jó, és akkor ezen essünk túl, tehát ha valaki nem tud rajzolni, az én vagyok. Festeni meg pláne. Tehát én valahol, mikor megragadtam a pálcika embernél, és onnan nem tudok tovább lépni. Tehát ennek tudatában kérem, hogy válaszoljanak majd a következő kérdésekre. Lévén ugye, hogy már 20. alkalommal rendezték meg a festőszimpóziumot. Mi változott az elmúlt 20 év alatt? Honnan, hová jutottak? Hát talán én, aki itt rátekintésem volt erre a 20-valány vagy több évre is. Nyilvánvaló, hogy az volt az elsődleges formáció, amikor a 56 után egy generáció, nevesd generáció tulajdonképpen ide települt Hódmezővásárhelyre, egyrészt menekülve a akkori kultúrpolitikának a szorításából, de itt ugye egy olyan közösséget hoztak létre, hozták a barátaikat, akkori évfolyam társaikat, stb. Itt még Barcsai Jenő is kiállított az első kiállításokon az őszi tálaton. Ekkor ugye egy szemlélet alakult ki, ami az úgynevezett én megfogalmazásom szerint a szociál ellenében az itt még meglévő paraszti világnak azt a klasszicizálását ábrázolták, amely olyan értékeket hordozott, hogy mint a tanya, az emberi közösségeknek a legkisebb egysége, ami tulajdonképpen kisugároz ugye az egész nemzetre. Ezt próbálták a saját mindegyik a maga eszközével és kifejezés formájával illusztrálni, illetve megvalósítani. Most kezdetben ebben az őszi tálat folyamatában ez volt a tendencia, tehát mindenki ehhez akart igazodni, aki ide próbált kerülni, illetve kiállítani, és ezek a jegyek ugye, hogy mondjam, sokáig fönntartották magukat, és ezért lett elnevezve Vásárhelyi iskolának ez a bizonyos festészeti terület. Ez a Vásárhelyi iskola azután nagy keresztűzbe került később, évtizeddel később az országos kultúrpolitikával és művészeti élettel. Mindenütt cikkeztek oda-vissza, hogy ez jogos, létezik, nem létezik, stb. Na most ez óriási módon ugye megváltozott, mert egyre nyitottabbá vált az ábrázolási lehetőség, egyre több olyan művész jelentkezett az őszi tálatra, akik hát egy más szellemiséget hoztak ide, és így lassan megváltozott a karaktere. Eltűnt ez a bizonyos nosztalgia, hogy Vásárhelyi iskola, ezt határozottan kijelentem. Tehát ma már mindenki szinte nem azzal ismerhető föl, hogy Hódmezővásárhelyen kiállít, hogy valamilyen módon tematikában vagy látványban Vásárhely közvetíti vásárhelyi épületeket vagy egyéb tájjeleget, hanem abban nyilvánul meg, hogy egy olyan humánus megközelítéssel gyűjti össze a művészeket, amelyik az ember központú
és nem kifejezetten teljesen absztrahált, elvonatkoztatott képi megjelenítést jeleníti meg. De ez viszont további folyamatban hozzátartozik, hogy egy 20 évvel ezelőtt ugye elindult egy olyan média fejlődés, technikai fejlődés, amelyet ma már igénybe vesznek a fiatal művészek, de az idősebbek is, és ez teljesen megváltoztatta az egész folyamatot olyan értelemben, hogy beléptek ugye különböző printelési és egyéb fotóeljárásos technikák, amelyek már most teljesen elfogadottak. Na most ezt a nagy változást, ez azt jelenti, hogy stílus jegyekbe és technikákban is ugye szerteágazó lett, összeilleszthető többféle technika, és ez most felhoznám a közönséget, a tálatlátogatókat, akik ez nehezen tudnak lépést tartani. Tehát valahol majd nekünk, illetve a kurátor hölgynek arra kell törekednie, hogy ezeket hozza közelebb a nézőhöz. Nem arról van szó, mint annak idején a szocializmusban, hogy a művészetet közkincsé kell tenni, és mindenkinek ugye teljesen egyformán kell értelmeznie a meglévő művészetet. A művészet mindig egy ilyen érdeklődési körnek, egy szűkebb körnek volt ugye a kiváltsága, illetve nem is használom ezt a csúnya kifejezést, hanem az érdeklődőnek volt a lehetősége, hogy ő válassza ezt az utat. Most elég sokat beszéltem erről, de elébe vágva a lehetőségeknek mondom az előbb, hogy a közönséget közelebb hozni. Ez azt jelenti, hogy nagyon, most találkoztam én is, ahogy Képíró Ágnes programjába illeszti a sok-sok tárlatvezetést, ami egy meglévő kiállításnak a további élését szolgálja, hogy ne halljon el, van egy kiállítás, két hónapig tart, és közben ne történjen semmi. Köszönöm szépen, most Képíró Ágneshez fordulok, hiszen ugye 66. alkalommal rendezik már meg a vásárhelyi őszi tálatot, és ha jók az információim, akkor 129 művész, 192 alkotása látható a 66. vásárhelyi őszi tálaton. Kik kerülnek be, és hogyan kerülnek be? Hogyan válogatják ki a művészeket, és hogyan válogatják ki az alkotásokat? Egy egészen hosszú szervező munka előzi meg az augusztus első napjaiban sorra kerülő zsűrizési folyamatot, illetve a rendezést, majd a tárat létrejöttét, ami minden év első októberi hétvégén nyílik meg. Az őszi tárlat hosszú évtizedeken keresztül, tehát a kezdeti évektől kezdve, ugye 1954-ben indult, meghívásos tárlat volt. Meg voltak hívva hivatásos művészek, Hódmezővásárhelyi és vásárhelyhez kötődő alkotók, illetve voltak időszakok, amikor a Képzőművészeti Egyetemnek a végzős hallgatói. Majd ez is változott, mert bizonyos években már csak bizonyos végzős hallgatók voltak meghívva az ország legnívósabb művészeti felsőoktatási intézményéből, és valahol a 90-es évek végén az ezredfordulón történt egy nagyobb változás az őszi tárlatok életében, amikor először kibővült egy kurátori meghívással, ami Pogány Gábor művészettörténésznek köszönhető, ő azóta is az őszi tárlatok fő kurátora, és hát ő volt, hogyha én társrendezőként vagyok itt említve, akkor ugye őt nevezem a főrendezőnek, tehát én mellette dolgoztam az idei őszi tárlaton, ami nekem az első őszi tárlaton volt. Mármint látogatóként ugye többször láttam, de itt, mint őszi tárlatban dolgozó személyként gondoltam első alkalomra. És nagyjából az ezredforduló óta nem csak meghívott művészek jelentkezhetnek alkotásaikkal a zsűrizésre, hanem szabad beadásossá is vált a tárlat. Ez azt jelenti, hogy az is, akinek, uram, bocsánat, a nevét sem hallották, ő is jelentkezhet? Igen, igen. És akik pedig meghívást kapnak, bizonyára érdekli a hallgatókat, hogy kik kerülnek a körébe. A mindenkori
tornyai díjasok, élő tornyai díjasok meghívást kapnak. Az elmúlt három évben bezsűrizett kiállító művészek, ezen kívül az őszitálatokat megerőző tavaszi előkészítő ülésen döntenek az előkészítő bizottság tagjai arról, hogy kiket érdemes még meghívni. Különböző művészeti szervezetek, vagy művészeti csoportosulások alkotóit, vagy például egyetemi művészeti egyetemeken tanító tanárokat, Vásárhelyhez kötődő fiatal művészeket, akik eddig nem szerepeltek, de követjük a pályájukat. Illetve nem csak Vásárhelyhez kötődő művészeket, mert hogy Tibornak az egyik előző gondolatához kapcsolódjak be. Ugye nagyon fontos az, hogy a múzeum, a kiállításaink, azok élő térben mozogjanak. Mit is értünk ez alatt? Például megnyitunk egy kiállítást, az két hónap múlva bezár, és az alatt a két hónap alatt a látogatók ne csak magukra hagyva bolyongjanak a termekben, hanem találkozzanak azokra a személyekkel, akik kiállítanak, vagy szervezik a kiállítást, és mi segítjük a látogatókat a műalkotások értelmezésében. A másik fontos az élő kapcsolat a művészekkel, tehát nem csak Vásárhelyi vagy Csongrád megyei, hanem az ország több pontján, főleg Budapesten élő, de egyéb művészeti központoknak az alkotóival is jó kapcsolatot ápolunk, és ezek közül az alkotó művészek közül is kerülnek meghívásra. A 66. Vásárhelyi őszitálaton 129 művész, 192 kiállítása, illetve alkotása tekintető meg december 1-ig, hogyha jól emlékszem az időpontra. Mi alapján választották ki egyrészt a 129 művészt és a 192 alkotást? A kiállítóhelynek, az Alföldi Galériának van egy kapacitása, tehát az időszaki kiállító termeink azok az Alföldi Galéria 10 földszinti kiállító termét és a folyosófalakat jelentik, és nagyjából kialakult az a tapasztalat már az elmúlt években is, hogy 200 a bűvös határ. Az előbb itt ugye elhangzott, hogy 192 alkotás, de a 192 alkotásba tartoznak sorozatok, van például 9 vagy 4 elemből álló sorozat is. Valójában darabszámra 200 fölött vagyunk idén is, 207 alkotás van, és az idei évben az is egy fontos szempont volt, hogy mint egy novumként jelent meg az, hogy nagyon sok nagyméretű alkotással, főleg festészeti munkával pályáztak a művészek, és az Alföldi Galériának az épülete, a kiállító terei viszont nagyon tagoltak, eredetileg egy gimnáziumi épület volt, tele nyílászárókkal, tehát nekünk arra is kellett figyelni, hogy hogyan fogjuk tudni ezeket a műveket elhelyezni. Egyébként nagyon nagy volt a merítés, és egy igazán erős anyag gyűlt össze, ugyanis idén közel 700 művel pályáztak művészek, és hát ennek több mint kétharmada nem került be a kiállításra. Mennyire érdeklődőek a vásárhelyiek a tálat iránt? Én ugye bent dolgozom az Alföldi Galériában, és ahogy mozgok bent az épületben, folyamatosan embereket látok. Szerencsénk az, hogy amióta én itt dolgozom, minden kiállításon látok jönni-menni látogatókat, de ez az a tárlat, ahol megszaporodnak az érdeklődők, és nem csak vásárhelyiek, hanem más településekről, a megyéből, illetve más országrészekből is jönnek látogatók. Azért bátorkodtam feltenni ezt a kérdést, mert ha jól tudom, akkor tálatvezetéssel is várják a látogatókat. Mikor és hol? Illetve miként? Voltak már tálatvezetések, például a tegnapi napon Vásárhelyi kötelékek címmel kifejezetten a Vásárhelyi vagy a Hódmezővásárhelyhez kötődő alkotókra fókuszálva tartottam egy tálatvezetést. Igen sokan voltak. Vasárnap délután 3-kor kb. 40 ember elérkezik egy tálatvezetés egy vidéki városba, az szerintem egy fantasztikus dolog. Ezen kívül november 16-án Pogány Gábor művészettörténésszel fogunk tartani egy közös tálatvezetést, valamint az idei fődíjasunkat kértük fel, Szabó Klára Petra, a Hódmezővásári festőművészt, arra, hogy a tálat záró napján december 1-én tartson egy tálatvezetést. Ezen kívül érkeznek csoportok, vannak szakmai csoportok, akik különben jelentkeznek tálatvezetésekre, tehát ugye zárt és nyílt tálatvezetések is vannak.
a laikusok, akik végig szeretnék nézni a kiállítást, kérdezhetnek is? És ha kérdeznek, akkor mit? Miket? Igen, kérdezhetnek. Nagyon sokszor az érdekli őket, hogy milyen technikával készültek az alkotások. Ugye a vásárhelyi őszi tálat az gyakorlatilag egy festészeti dominanciájú kiállítás, tehát mondjuk a hagyományos technikával, hagyományos hordozóra készült alkotásokat tudják értelmezni, de vannak olyan kísérletező művészek, ahol bár nem egyértelmű a látogató számára, nem csak a laikusok, hanem a felkészültebbek számára sem, hogy például milyen technikával készült, vagy érdekes lehet számukra, hogy ki a művész, honnan jött, milyen életkorú. Még egy pályakezdő éveiben lévő és esetleg kísérletező alkotóról van szó, vagy egy kiforrott művésznek a műveiből láthatunk egy-egy darabot. Ez a kiállítás, illetve a vásárhelyi őszitálat alkalmas arra, hogy akár egy frissen végzett művészeti egyetemet végzett hallgató is bemutatkozzon, majdnem azt mondtam, hogy ugródeszkának használja, de hát azért ez ennél lényegesen több. Igen, igen, egyébként mind a két szó releváns, ugyanis valóban a képzőművészeti egyetemről egyre több végzős hallgató érkezik kiállító művészként, vagy pályázó művészként. Ez köszönhető annak is, hogy nagyon jó a kapcsolatunk az egyetemmel. Az egyetemen dolgozó művésztanárok is visszatérő kiállítóink is, ők is jó hírét viszik a tárlatnak, de köszönhető annak is, hogy a tavalyi évben például egy éppen akkor nem friss diplomás, de két évvel korábban szobrász diplomát szerzett alkotóművész Ámer Gergő lett a tolnyai fődíjas, és ő egy olyan művészközösségben, fiatal művészközösségben mozog, ahol jó hírét vitte a tálatunknak, illetve az idejében mi is küldtünk a művészeti egyetemeknek meghívó levelet, és hát itt igazából nem az a névre szóló meghívó levél volt, hanem fölhívtuk a hallgatók figyelmét, illetve a tanárok figyelmét, és szeretettel várjuk őket a tálatainkon, és éreztük is azt, hogy jóval több fiatal alkotó pályázott idén, tudok is mondani egy statisztikai adatot. A kiállító művészek egy harmada 40 év alatti. Ez meglepő arány? Ez egy jó arány, hogyha azt nézzük, hogy 40 év ma a fiatal pályázóknál egyes pályázati rendszerekben is egy határvonal, és az egy harmada ezt a korosztályt képviseli. Olyan szempontból is nagyon jó, másrészt ugye a művészeti egyetemeken végzős hallgatók általában nem a 23-25 éves korosztályt képviselek, hanem éppen a 25-30 éves korosztályt, tehát egy 30-40 év közötti alkotó, az művészeti értelemben lehet még pályakezdő is, inkább a 30-hoz közelebb persze. Sonkó Tibor festőművész, a 66. vásárhelyi őszitálat egyik kiállítója, az idei festőszimpózium résztvevője, aki elárulta nekünk azt, hogy szeret egyedül dolgozni, magányosan dolgozni. Közben meg egy társasági ember. Van lehetőség a társasági életre is, és ez nagyon jó példa volt a mostani szimpózium. Ez azért is nekem szívemhez közel álló volt, mert tulajdonképpen az a feladat is rám hárult, hogy mint helybéli mutassam be Hódmezővásárhelyt, vagy a őket esetleg érdeklő dolgokat és tájegységeket, és ez óriási módon nagy tetszést aratott, és örültek a résztvevők ennek. A másik dolog, hogy a mindenki utána elvonul természetesen magányosan dolgozni, ha akar, és persze ez működik is, főleg ugye legtöbben ugye élményt gyűjtenek, és abból fognak majd gazdálkodni, de az, hogy a társaság, ez érdekes, mert maga a szimpózium az tulajdonképpen egy ilyen eszmecseréről szóló dolog, nem kifejezetten a munkáról, már az effektív, gyakorlati munkáról, amely abban az esetben valósítható meg, ha ez több hetes vagy több időt venne igénybe. Viszont arra nagyon-nagyon jó, hogy az ember egymást megismerje, és úgy összekovácsol, hogy nekem az volt a szimpatikus ebben, hogy én ugye, mint a legidősebb a társaságban, teljesen egyenrangúnak fogadtak, és senki nem
éreztetett egymással se. Tehát ez nagyon érdekes, hogy lényegében az lenne a dolog, hogy egymást tépi az ember, és egymás munkásságát boncolgassa. Ez most nem jött elő, és csak a hangulat volt jó, és a bizalom egymás irányába, és ez egy nagyon jó érzés volt. Megkerülhetetlen a kérdés. Ugye nagyon szép dolog a művészet, ez az egyik része, viszont valamiből meg is kell élni. Hol a határ, illetve mi az a mesdje, amit át kell, vagy át lehet lépni, ha valaki kap egy megrendelést, egy művész, de mondjuk nem füllik hozzá a foga, kénytelen megcsinálni, ezt Képíró Ágnestől kérdezem. Hát ez a művész saját döntése. Ismerek olyan művészeket, akik nevüket hozzá nem adva, de pont azért, mert mégiscsak alkotó munkát végeznek, és nem valami teljesen más tevékenység rángatja ki őket a professzionális alkotói folyamatból, vagy a magas művészeti alkotások létrehozásában vállalnak megbízásokat. Ez teljesen érthető. Hiszen, hogyha belegondolunk abban, hogy a művészeti egyetemek viszonylag kevés hallgatót vesznek föl a többi egyetemhez képest. Ezáltal kevés diplomázott művész van, és azon kívül még ugye rengetegen vannak, akik ezt a mondjuk úgy szakmát művelik, és jó részük nem marad a pályán. Tehát nincsenek olyan állások, ahol egy művész heti 40 órában mondjuk egy határozott vagy határozatlan szerződéssel biztonságban érezné magát. Vagy lehetnek olyan állások, de akkor azok egyéb feladatokat is jelentenek. Vannak ösztöndíjak a fiatal művészek számára, például a Derkovics ösztöndíj, megkapja 20-30 művész, 3 éves ösztöndíj, újra kell pályázni. Aztán vannak a különböző művészeti szervezeteknek ösztöndíjai, szintén megválogatják, hogy kik kapják meg. Ott már ugye nem csak a fiatal, hanem középkorú vagy idősebb művészek is ott lehetnek a pályázók között. Itt alkotói támogatásokra, ösztöndíjakra gondolok, és ugye ott vannak a rezidencia programok, számos művész, akik nekünk is partnereink, pályázik, elmegy külföldre, és visszahozza jó tapasztalatokat, és ugye ezért kap egy összeget, de ezt is újra és újra kell pályázni. Tehát, ahogy szokták mondani, a művészet az egy nagyon jó hobbi, több mint hobbi természetesen, mint nagyon-nagyon becsüljük a művészeket, és akkor igazán jó hobbi, hogyha meg is tudnak belőle élni, de azt hiszem, hogy erre inkább Tibor tudna válaszolni. Meg is kérdezzük, bár nagyon rövid az idő. Hát erről volt szó, amit Ági elmondott. Valóban egy biztonságot kell teremteni ahhoz, ha valaki képtelen meghasonulni a kereskedelemmel, hogy így mondjam. Hozzá kell tenni, hogy az a bizonyos képcsarnok az korábban volt, hanem galériásoknak a tevékenysége az nagyon megcsappant. A vásárhelyre is ugye legalább 10 galériás látogatott mindig is, akinek volt ehhez igénye. Nyilvánvaló, hogy egy galériás ugye a közönségnek az ízlés világát próbálja kiszolgálni. Ez tehát lecsappant. Ha személyesen akarom mondani a dolgot itt vidéki viszonylatban, nekem az a lehetőségem, hogy a nagyobb ismerettségem révén kapjak megbízást portréra vagy egyéb más dologra, amit megmutatok egy portfólióba, és akkor az alapján eldönti az illető, hogy ez neki tetszik. Sokszor meglepő, hogy olyan munkák tetszenek, amit én őrizgetek évek óta, és nem hiszem el, hogy ez valakinek is jelent valamit, és érdekes módon rátapad valaki, és akkor vagy próbálom visszatartani, hogy ne vásároljon, vagy pedig azt mondom, hogy ha most nekem pénzem lenne, akkor ingyen adnám. Sajnos lejárt az időnk, pedig jó lenne még folytatni a beszélgetést, remélem, hogy hamarosan lesz rá a lehetőség. Azt akartam még mondani, hogy kicsit érdemtelenül nem beszéltünk a szobrászokról. Igen, azért mondom, hogy remélem, hogy lesz majd még rá lehetőség. Kedves hallgatóink, önök a Rádió 7 közös nevező című műsorát hallották, amelynek vendégei voltak Képíró Ágnes és Sonkoly Tibor. Dudás Robert technikus nevében is köszönöm a figyelmüket.